vagyunk most a Far Cry 5-ben. Most egy kicsikét meg nézegetjük, hogy mi a helyzet itt a Far Cry világában. Nem olyan rég szereztem meg, nagyon az elején vagyok, ráadásul nem is a sztori szerint haladok, hanem csak így barangolok. Mint látjátok, már Peachy-t megszereztem, Boomer is megvan a kutya, és most akkor úgy kéne teljes legyen a kép, hogy akkor megszerezzük Cheeseburgert. Azt hiszem, hogy hívják a macit. Megszerezzük a macit. És nem szoktam én így gyors utazni, meg ilyenek, hanem ilyen kis kalandosan így átballagok mindenfele, és így általában mindig elterelődik az útvonalam valami más irányba, vagy mindig történik valami nem várt esemény, és ez nekem marhára tetszik, úgyhogy én ezt szoktam erőltetni. Hát majdnem 4 kilométert kell menni abban az irányba, úgyhogy jobb is, hogyha nem vesztegetjük az időt és indulunk. Szerintem célszerűbb gyalog menni, mert kocsival nagyon sok akadályba ütközhetünk, és bizony akkor még hamarabb elterelődünk a cél előtt. Na, hát itt nem tudom, hogy jobban se leugrani. Jó, Peaches már úszik is, nagyon nagy. Hát itt a víznek is ilyen fura hatása van, mert itt van valami Wildflower nevű virág, amiből valami furcsa kábítószer tudnak csinálni, és attól van megbolondulva a fél brigád itt a megyében. Úgyhogy ezt ráadásul a vízbe is belementik, úgyhogy már mi is a hatás alatt vagyunk, és elég sokat halucinál a karakter. Úgyhogy tök király. Nem mindegy. Ott megy egy kocsi, amit fel kéne robbantani. Van is egy ilyen küldünk, de most megpróbáljuk a medvét intézni, vagyis megszerezni. Na itt is van egy ilyen ültetvény ebből a virágból. Ha felemegyek, akkor már lehet is látni, hogy ilyen fura lesz a kép, mert már a szagától beáll a karakter. Viszont itt valahol vannak emberek. Tök jó Peaches is itt lopakodik. Itt vannak valahol. Itt vannak. Ott van ez a kis király is. Hát ezeket nem tudjuk, nem tudom kivel elintézni. Macsak, nem vagyunk oda egy követ. Jó. Sajnos az ilyen kalandozásokban az rossz, hogy töltény mindig hamarabb átfogni szeretnénk. Hol volt még? Volt meg valaki? Nem tesz, hogy nem találom meg. Itt volt ez a két droid. Hát ott van meg valami. Peaches fajtását most nem lőjük elemre. Ezt nekem tudjuk kilútolni. Van itt még valami töltény van? Oké, akkor mehetünk tovább. Na, 200 métert haladtunk. Ez király. Nem láthatunk, mert nem arra szorul látunk. Nagyon valaki dumál. Lehet, hogy ez nem egy ilyen séta útvonal.
Volt még egy olyan virágú ültetvényes. Ezt most nem keresztezi az utunkat, úgyhogy kihagyjuk. Csak barangolunk tovább. Az ilyen helyeken azért így körbe szoktam hesszelni. Mi a pálya. De úgy látom, hogy tök jó, sehol semmi. Talán itt lehetne valami, de arra nem még. Milyen igazából. Az úton, ezt akartam, hogy az úton mindig figyelni kell. Jó, meghal. Ezt fel kell viszont robbantanunk ezt a kocsit. Ezt meg is tesszük. Na már most, hoppá, csak az van. Nem túl jó környék. Bene szállj abba a kocsiba, öreg! Szállják ide rohagy gyorsan. Pont ezt akarod elvinni? Ezeket mi most fölrobbantjuk. Úgyhogy hozzá innen. Mondtam, hogy hozzá innen, ha... Kísérült meg? Az a kalambának ezt is kézzel. Ja, hát megvan az a kalambá. Na, lehet leszállni is. Jaj, ne. Megint túl sok én ezért. Drogot nyeltem, azt majd visszahalucinálok. Hát itt is ilyenekkel van tőle. Ja, akkor ezt akartam. Push, bitches! Csak fel akartam rúgni. Hát, nem lehet. Jó, bosszunk át már. Botrány ez a víz. Bitches jössz? Aha, ott úszik. A kis bitches. Csak 300-300 méter. Hoppa, 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 hoppa. Köszönöm, csak egy kis. Na, ezt nem sikerült lőni. Közben itt fele van. Isten vagyok, de azon megkaptad. Á, ennyire könyörögtél érte. Miért? Normálisak ezek? Most mondjátok meg. Te jó Isten is nézni inkább. Beteg állatok. Na ezért bánok velük. Nem túl kesztyűs kézzel. Na, itt a következő vadállatbrigád. A család a fejbe lőtte, azt már akartam. Bocsi. Hát ezt nem akartam, hallod. Ezt a rohadt. Nem tudsz meg egy lövést nevel terült.
Hát, sorry. Na, ezt is marha gyorsan felrobbantjuk. Nem tudom, hogy a legnagyobb. Ja, a dobók és hát az se lesz. Menj onnan, Peaches. A szimat meg szemétszemét meg szimat című filmet, de a Will Smith felesége játszik benne, és őt hívják PG-snek bennem. Úgyhogy jó kis film, gondoljátok, hogy nézzétek meg. Nagy dumája van benne a PG-snek. Farkas! Ja, elfut. Azok se vettek észre. Hova lehetünk tovább? Hát csak 3000 méter. Elhaladni itt azért. Főleg, ha nem a főúton megyünk, hanem csak így óvatosba, gyalogosan. Na, itt megyünk van valami. Hűha, nem is kis belagolsz. Ah, ne! Szágulózott egy idióta. Nem látod, hogy hullák hevernek az úton? Na, itt van egy jetski. Itt van egy csónak. És a csónakból valószínűleg ellensége. Nem látok senki. Ó, baszki. Ezt a hülye csajt aztán csipen számba megjelenünk itt. Jó, medve az meg elmegy. Kircsi. Most be kéne lökni a vízbe. Ja, ott van. Ezt megy fölfele. A szar csinálta. Ja, ez az. Már vizet is vagyunk. Yeah.
Ott már ügyeskedtek valamit a srácok. A kurva életbe. Menj már innen. Hülye vagy, a szar megáll bennem. Köcsök farkas. Látta, hogy itt van Peaches is, ezt a szempe inkább levált ellenem. És húz is a sunyi bőre. Egy hidroplán. Az meg jól jöhet. Itt vannak itt. Egy borz. Aha. Fú, ott töltik bele a vizet. Na, ettől vagyok beállva mindig. És a vízbe megyek. Na, gyere csak. Először ezt, aki tölti bele a vizet. Mennyire a picsiz? Nem szemlődök itt meg. Beszállt a csizomban. És a borz is rámen. Az ember. Hát is meg. Nem is elvenni. Viszont akkor lehet, hogy a úton talán lehet, hogy hidroplánnal kéne lenni. Megnézzük, hogy itt is mi van. Útolunk. Puska nem kár. Én látom, ezekkel is maximum vagyunk. Úgyhogy az ennyi volt. Na, hát akkor... Kicsit repülünk. Hú, itt nagyon nincs semmi. Ja, akkor irány a repcsi. Ezt a coinjuk. Elfogadom. De ez semmi baj a gépnek. Kiköttek már. Nagyon külön. Azt a nevbe. Basz, kinyírta az ember. Az igen. We got a call from Sharky Boshaw, who told us he had an amazing plan to wipe the cold off the face of the earth. Only problem is, Sharky is weapons grade stupid, and his plan is probably just
bar. I could have died just now. Királyság. Hogy ráfeküdtem ebbe a csávóra. Ez kemény. Hát igen. Na ez így. Most lehet kilótolom. Ezek a minket keresik. Csávóba leszik. Na, fát eszik, értem. Nem mindegy. Hol a repcsi? Bírja még olyan? Szereztem először. A repcsi szerintem bírja. Föl is tudom szállni. De én megyünk repcsivel tovább. Sem vagyok? Az lehet. Az fasza. Most ilyen vissza. Most van nézem, hogy van-e ilyen ejtvernyőm, vagy ilyen wingsuitom. Itt van, pont a wingsuit. Na, ezt majd vesszük. És akkor mondjuk, hogy ezért wingsuitozást is. Felmegy nagyon magasra. Jól alakul. Leáll a motor. Ugrom. Így van. Ugrás. És wingsuit L3. De komoly. Csak suhanunk. Suhanunk cheeseburger fele. Viszont nagyon jól tesznek fel. Ezt lehet, hogy meg kéne nézni. Van nagyon füstel. Jaj! Már leérkezünk. Hello, hello! Na, azért bevágolt, azt nem adta be a rendotot, vagy mit. Ja, te vagy az kicsit. Beszálltam tőle most. Na, szereztünk is egy járművet. Yeah, boy, yo.
viszont szerintem megjöttünk. Megjöttünk cheeseburger macihoz. Hellos kacka. Ezek itt nagyon sokan vannak. Ez kicsit így durva volt így berontani ide. És lelőtték Peachist is. Te jó ég. Te jó ég. Hát akkor most bizony újból kell kezdenünk. De egész jól idejöttünk. Nem is volt sok váratlan esemény, se semmi. Tök király. Na, most még egyszer földerítjük itt a dolgokat. És kimír a kutya bal. Ez a Speechies, király vagy. Someone out there pretending to be a soldier. They are killing our brothers. De ezek szerint ez nem Peaches volt. This is Wade over at the Fang Center. Peggy's took. Pedig de. This is Wade over at the
training center. Peggy's took all the animal sisters and putting this project in jeopardy. Oh. I want this coward to know that they have my attention. My hunters are coming for you. There's nowhere you can run. Hunters. Don't sound too good. If Jacob wants you, he's gonna send his best head after you. Watch this is your back, deputy. Aye, aye. Something. Who are you? Cha. Don't make you slow away to die, then. Whole place has gone to hell. Could really use your help around here. Hold on, I'll do it. No, man. My magnet is off. So. CFF, man. Hát sajnos a játékban vannak ilyen nem várt események is. Amikor elkapnak. És akkor meg kell szökni. Szerintem. Most is valami ilyesmi szitúról van szó. Hogy elkaptak. Bizony, nagyon úgy hangzik. Marha jó. Ne kikapottál. Itt az emberi veszkó. A world is weak. Soft. We have forgotten what it is to be strong. You know, our heroes used to be gods. Yeah, that. And now our heroes are godless, weak, feeble, diseased. We let the weak dictate to the powerful, and then we are shocked to find ourselves adrift. But history knows the value of sacrifice. Of culling the herd so that it stays strong. Over and over, the lives of the many have outweighed the lives of the few. This is how we survived, and we've forgotten. And now, the bill has come due. Now, the collapse is upon us. In this time, the lives of the few outweigh the lives of the many. And when a nation that's never known hunger or desperation descends into madness, we'll be ready. We will call the herd. We will do what needs to be done. You are weak.
Scorn. The herd. Keep moving. Yeah, sure. Watch your time. Do it again. Call the herd. Well done. Sacrifice the weak. Time ticking. Good. Know your purpose. Try harder. I caught him. That's it.
disappointing. Oh, pretty much all of us. Good. Call the herd. Call the herd! Well done. Sacrifice the weak. Sir. Oh my god, I'm so sorry. Give me a hand, kid. Eli? Is this? Yep. What the fuck is the deputy doing here? Jacob took his shine to him, same as us. You're gonna be okay, hero. Whitetail's got you now. No, bringing him back to the wolf's den? Where else? Tammy's not gonna like this. Don't worry about Tammy, she'll be fine. Tammy. Are you out of your fucking mind? Now hold on, Weedy and I agree. Well, you agreed! Whoa, I was at best an impartial observer. This is stupid. And this is dangerous, you both know better. What was I supposed to do? Leave him to die. Damn it. They've been in that room for God knows how long. I've seen what it does to people. You haven't. You can't trust this one. That's what everyone said about you. Luckily, I didn't listen. This is not up for discussion. We need him. That's all there is to it. Understand? You're right. She took that real well. Doubt. I didn't even do anything. Remember what I said? We need you. Let's get you some rest. Hey, bud. Hey.
Hey, man. Na hát, cheeseburger az nincs meg. Viszont itt vagyunk valahol a föld alatt talán. Valami kis bunkerból. Hey there, guy. Hey, man. Király. I wonder if the paddlefish population will bounce back. Mm-hmm. How many good friends out there? Look who's back from the dead. Love to talk, but Eli needs a word with you. Good to see you standing. Been trying to track you down, deputy. Dutch speaks highly. Look, I'll get right to it. I know a good soldier when I see one. Wait a minute. The Whitetails do the best work. There you are. All right. Now listen. I know a good soldier when I see one. We're bleeding bodies up here. No two ways about it. I don't know if we'll be able to hold out more than a week at this rate. Times are desperate, to say the least. I'm trying to get some footholds back, so I sent a handful of whitetails out to sabotage the visitor center. The cult's been using it as a depot for that Bliss shit. But our guys walked right into a fucking trap. They've been taken hostage, and we're up against the clock. If I just send another group in there, we risk losing everything. But you, you're something that cult ain't expecting. You're the only one I got around here. Köszönjük. Okay, okay. A group of whitetails was taken hostage up the visitor. Tehát akkor a lényeg az, hogy cheeseburger nincs meg. Viszont elkalandoztunk is egy más irányba. Úgyhogy ez a videó most ennyi volt, köszönöm, hogy velem tartottatok, és tartsatok velem következő videómban is, ahol már remélem, hogy végre meg tudjuk szerezni cheeseburgert. Nektek addig is további szép napot kívánok, sziasztok!